I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Ez egy virágos szombat lesz, úgy látszik, mert kánnákat és dáliákat és mindenféle virágzó növényeket szeretnék átültetni, cserébe természetesen leginkább, és azokat szeretnék vetni is. Szóval szép sorba mindent meg is mutogatok. Hát első lépésben ugyebár van kétféle, igazából háromféle kánnám. Az egyik a sima ilyen narancsos virágzatú és zöld levelű, a másik az az ilyen enyhén ilyen bordós levelű kánna, és hát ezeket most szeretném úgymond a tavaszra felkészíteni, és szeretném is kihozni őket a garázsból, mert már igazából aggatnak ott. Első lépésben, hát látjátok, hogy nagyon-nagyon megnőttek a szárak, ennek hát még nincs itt az ideje. Azért bármikor beüthet egy fagy, ezért első lépésben le fogom vágni a szárakat, az egészet ki fogom borítani, és egy friss földdel, egy friss hajtás növekedésre fogom késztetni, remélhetőleg már olyan április elejére látványba is megjelennek majd az új hajtások, addig viszont jó, ha nem, mert bármikor jöhet egy olyan fagy, ami tönkreteheti akár még a gumót is. A levágott levél jelenleg egy asztali dekoráció. Erre is jó. Miután megszabadítottuk a levelektől és a földtől, látjátok, hogy ilyen kis gumók keletkeznek. Ezeket a gumókat egy kicsit vissza kell vágni a gyökérzetet. Nem nagyon, csak egy ilyen jó félig, mert úgyis a friss hajtások ezekből a rügyekből fognak majd fakadni, sőt, ezeket itt vissza kell vágni, hogy minél inkább föld alá tudjuk juttatni, mert én már nem akarom bevinni vissza a garázsba, itt akarom hagyni a szabad téren, ezért ajánlott egy kicsit legalább egy 5-10 cm föld réteggel borítani. Ha el tud fagyni, az leginkább innen a hajtásoktól visszafelé, és hogyha egy bekerül a víz, elfagy, akkor ezt a gumót tönkre is fogja tenni. Na, a közepébe jó félig töltöttem földdel ezt a cserepet, és a közepébe helyeztem el viszonylag sűrűn a gumókat, így azért az oldalirányba azért bőven-bőven fognak tudni fejlődni, plusz, hogyha nőnek fölfelé, akkor az oldalsó rügyhajtásokon szintén fognak majd gumókat növeszteni, aminek hatására újabb-újabb hajtások jönnek, és az újabb hajtások újabb leveleket jelentenek, a levelek végén pedig ott lesznek majd a virágok. A maradék gumókat megpróbálom kisebb cserepekbe beletenni, és azokat fogom majd növeszteni, hát valószínűleg először csak palánta nevelőbe, későbbiekben meg akár már egyen kiültetem őket az ágyásokba is. Azt majdnem el is felejtettem mondani, hogy nagyon fontos a jó minőségű föld. Én a kánnáknak a muskátli földet javaslom, természetesen keverve egy kis házi földdel, mert annak sokkal jobb a víztartó képessége nálam. Nálam ilyen agyagos a föld, de ezzel fogom, mindezzel a keverékkel fogom, ebbe a keverékbe ültettem bele, és ezzel fogom betakarni, a tetejére pedig fenyőmulcsot fogok tenni. Na és hogy folytassam a kánnával továbbra is, ezek azok a palánták, amiket magról elvetettem és nevelgettem eddig a lakásba, most kihoztam őket, be fogom tenni a palánta nevelőbe, de előtte mindenképpen átültetem. Csak hogy lássátok, hogy magról is lehet kánnát nevelni, nem csak gumóról, és viszonylag egyszerűen megpróbálom kiszedni őket úgy, hogy a lehető legkisebbet sérüljenek. Hát nem tudom, mennyire látszódik, de azért egész jól átszőtte a gyökérzetét ez a nagyon lágy szerkezeti föld. És most megpróbálom szétszedni őket, úgyhogy a lehető legtöbb föld maradjon benne, és a gyökérzete ne sérüljön. Látjátok, ilyen szép nagy gyökérzet alakult ki, és most az előre ide készített cserébe belehelyezem, és mindegyiket csak egy ilyen cserébe helyezem bele, és el
feltöltöm földdel. A föld az továbbra is muskátli föld, perlittel és homokkal keverve, és természetesen, ha végeztem, akkor az egészet be fogom locsolni, és megy ki újra paláta nevelőbe, mert ennek ez a sorsa most már. Remélhetőleg azért mínusz 10 fokok nem lesznek hosszú ideig, és akkor nagyon gyönyörűen ki fog ez nekem hajtani. És nyár elején átültetem egy nagyobb cserépe, és jövőre ez már rendes gumós kánna lesz. De hogyha véletlenül elajándékozom, akkor egy cserébe nevelt kánna lesz, és akkor az ugyanúgy gyönyörűen fog virítani másnál. Na, ezt még megcsinálom, azt jönnének a további növények. Na és, hogy a végére jöjjenek a muskátlik, mert természetesen nem utolsó sorban. Többször mutattam már nektek, hogy hogyan dugványozok muskátlit. Hát most már egy ilyen korosabb muskátlinak a gondozásáról is szeretnék szót ejteni. Hát ugyebár volt egy része a muskátliknak, amiket bent nem emeltem a garázsba, ők mondjuk a csúnyábbak, kevésbé tetszett nekik a benti lét. Ez meg látjátok, ez egész télen kint volt a kis palánta nevelőbe, és csodálatos. Egyetlen egy problémája van, hogy oldalról nézzétek, mindegyik levele erre felé áll, hát nem volt forgatva. Na mondjuk ez akkora problémát nem jelent, mert hogyha most így teszem bele, akkor holnapra az egész így fog állni a palánta nevelőbe, nap felé fordítja a leveleit természetesen. Na de, mit is kell vele csinálni? Hát talán megpróbálom lefotózni. Vannak benne csiganyomok, ezért azt feltételezem, hogy magában a növényben vannak csiga, a peték akár. Ezért ezt most át kell nézni, sőt egy csigát már meg is találtam. Csak hogy mutassam. Csiga. Csiga megjelent. Ezt most félre rakom. De valószínűleg ebbe a kis múlcsozott rétegbe több csigát is fogok találni. Szóval, ilyenkor, amikor kint teleltetjük át, akkor mindenképpen érdemes átnézni a növényt, és felfrissíteni a földjét, felfrissíteni magát a növényt. Mint látjátok, viszonylag hosszú szárakat hagytam. Ezeket a szárakat most vissza kell egy kicsit vágni. A régi szárakat, amennyire lehet tőbe, le kell vágni. És hát dönteni kell, kicsit ritkítani is kell ezen a növényen, hogy melyik azok a részek, amiket meghagyunk. És ha ezzel így megvagyunk, kivére is lehet rakni, mivel csigába annyira nem nagyon szeretnék nyúlni, ezért most ezt kesztyűbe csinálom, illetve természetesen azért további csigákat kutatok, hát ha lelek még, ahol egy csiga van, ott általában megbúzik még egy, kettő, három. De most úgy látom, hogy nagyon nincsen. Ha véletlenül letörünk így a műlelet során egy-egy szárat, az akkora problémát nem okoz. Lehet, hogy egy kicsit el is vagyok késve ezzel a mozdulattal, ezzel az átültetéssel. És most nincs más dolgunk, mint a szebbeknél tényleg nagyon óvatosan fejre kell fordítani. Látjátok, gyönyörűen behálózta a muskátli gyökérzete ezt a cserepet, viszont ennek köszönhetően valószínű, hogy nagyon sok energia már nem is, nincs is benne. Emiatt most egy késsel ezt az alsó részét úgy, ahogy van, levágom. Lefelezem. Látjátok, ezt az alsó részét lefeleztem, és ezt az alsó részét fogom én most idén friss földdel feltölteni, hogy ezzel biztosítsam az idei évre a megfelelő táptalajt a növénynek. De nem csak onnan fogok levágni, hanem minden egy kicsit a közepéből is, hogy minél több friss táptalajt tudjak neki biztosítani. Próbálok azért megfelelő gyökér réteget, mennyiséget is hagyni. Így. És maradt, hát egy kicsit megcsonkolt, de mi bőven-bőven élő növényünk, és ebből kell, ezt kell nekünk, úgymond újra ugyanabba a cserébe elhelyezni,
jó szokásomhoz híven én a vízelvezetéshez egy fadarabot teszek, azt a maradék szuvalit ezt ide berakom, utána pedig muskátli földdel feltöltöm az alsó részét, belehelyezem a cserébe a maradékot, megnézem, hogy hogy állunk, még egy kicsi mehet bele. Így már tökéletesen bele tudom illeszteni a muskátlit, maradékot feltöltöm, és megint feltöltöm mulcsal, és belocsolom természetesen, és visszateszem a palántanevelőbe, és azt merem mondani, hogy hát kb. Április közepén ezt már ki fogom tenni a teraszra, addigra nagy valószínűséggel nem lesznek már olyan fagyok, amik tönkre tudják tenni a muskátlinkat. Amúgy a muskátli egy viszonylag szívós növény, olyan, hát egy fokig nagyon nagy problémája nem lesz, ha kint marad. Egy fok után azért ő is, vagy nulla fok alatt azért ő is könnyedén el tud fagyni, de hogyha nincs tartós hideg, akkor gyökérről újra tud hajtani. Természetesen a múlcsolást azt ugyanúgy meg fogom csinálni. Mindenkinek köszönöm, ha megnézted, mindenkinek jó egészséget, sziasztok!